Csillag István Csíkszeredában született. Iskolai tanulmányai után grafika szakon tanult a Temesvári Nyugati Egyetem képzőművészeti főiskoláján. A múlt ezredév utolsó éveitől grafikus és festő tanárként működött a csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskolában, majd a Gutenberg kiadóhoz szegődött. 2010-től tagja a Romániai Képzőművészeti Egyesületnek, alapító tagja és szervezője a Transylvanian Art Group képzőművészeti csoportnak. Jelenleg magánvállalkozóként grafikai, reklámgrafikai, könyvtervezési műhelyt működtet. Rendszeres rajzoló munkatársa a Háromszéknek, a Napsugárnak, a Szivárványnak és a Helikonnak. Intenzív, önálló alkotóművészi tevékenysége mellett könyvillusztrátorként is referencia számba megy a neve. Kányádi, Sütő, Farkas Árpád, Benedekelek, Markó Béla, Bálint Tibor, Pál Lajos, Balla Zsófia, Füzesi Magda, Fodor Sándor, Ferences István, Kovács András Ferenc, Tompa Gábor, Elfriede Zauzink, Fekete Vince, Sánta Attila, épp csak mutatóban néhány név, akik gyermekkönyveik sikerét nem kis részben Csillag Istvánnak is köszönhetik. Szerencsésnek tartom magam, mert szinte minden könyvkiadóval, akivel együtt dolgoztam, ők teljesen szabad kezet adtak. A szerző sem szabta meg, hogy ki legyen a grafikus. Volt olyan eset, természetesen aminek örültem, hogy hozzám ragaszkodtak, hogy én illusztráljak, viszont teljes szabad kezet adtak az illusztrálásban. Én megkaptam a kéziratot a kiadótól, szabadon illusztrálhattam. Néha egyedüli kérdés az volt, hogy mennyiség, hogy hány illusztráció kerül abba a bizonyos könyvbe. De nagyon sok eset van az előretült helyőrség íróakadémiánál, ahol például korlátlan mennyiségben illusztrálhatok, nincsen megszabva, hogy hány illusztráció készüljön. Tehát igazából ezt nagyon szerencsés dolognak tartom. A témákban is nem tudok olyan esetet, hogy újra kellett volna rajzoljak bármit is, akár borítót, akár belső illusztrációt. Tehát ez szabadon működött. Időközben volt úgy, hogy a szerzőnek megmutattam a rajzaimat, egyeztettem vele a kiadóval is, de folytathattam nyugodtan a munkát. Fontosnak tartom azt is, hogy lényegében művész családunk van. A feleségem is képzőművész, és van két ügyes gyerekünk, van egy fiam és egy lányom. És tényleg ez egész kicsi koruktól, kis otthon dolgoztam, akkor ez a folyamat olyan volt, hogy ők láthatták, amit rajzolok. És természetes, hogy szándékosan rákérdeztem a véleményükre. A gyerek viszont érdekesen fogalmaz, tehát ez nem olyan, hogy egy komoly kritikát kaptam, hanem bizonyos megjegyzésekből tudtam építkezni, hogy neki még oda kellene valami, vagy itt miért nem történik semmi, és rájöttem, hogy akkor részletgazdagabb kell legyen az illető rajz. Meg olyan szinten is inspiráltak a gyerekek, hogy természetesen sok helyen őket rajzoltam, a mozdulataikat, ahogy játszottak egymással, ahogy szaladtak az udvaron. Tehát nagyon sok inspiratív forrás volt belőlük, és a hozzászólásaik is tényleg fontosak voltak a maguk gyerek világában, szemszögéből. Első osztályban én zenén kezdtem, zongoráztam egészen negyedikig. Viszont párhuzamosan már egész kiskoromtól elkezdtem rajzolni. Tehát a rajzolás, anélkül, hogy még lettek volna ilyen benyomások, befolyások, egész kicsi koromban már nagyon sokat rajzoltam, már az óvodában rengeteg rajzom volt, aztán az elsőtől negyedikig pláne. És hát elég sok nevet tudnák sorolni, ami nekem nagyon jó hatással volt. Például egyik nagy gyerekkori élményem, első olvasmányom az a Dzsungel könyve volt, Kiplingnek a könyve, amelyet Szilágyi Zoltán illusztrált, abban is már voltak ilyen egyszerű fekete-fehér rajzok. Azokban nagyon bele tudtam élni magamat. Nagyon összhangban volt a tartalommal az egész könyvvel, és azt emlékszem, hogy rongyosra is olvastam. Nagyon szerettem az állatokat, aztán a Noé bárkájával is folytatódott a dolog, és ott is Réber Lászlónak a rajzai, azok is nagyon tetszettek, ez már érettebben tudtam értékelni. De hát szintén Reich Károly világa a mesekönyvekből, természetesen Deák Ferenc, Rusz Livia mellett, ugye a Csipike az egy alap dolog volt, Nagy Tatám rengeteget olvasott nekünk fel belőle, és akkor onnan is jöttek ezek a benyomások.
De hát mondhatnám akár Kass Jánost is, aki szintén Szalai Lajosnak a rajzai. Tehát így fokozatosan, ahogy telt az idő, és egyre több könyvet olvastam, többel szembesültem, ez így formálta is aztán ezt a belső világot. Gross Arnold, Szabó Vladimir például a másik, aki szintén nagyon szívhez szólónak éreztem a rajzait, nagyon bensőségesnek éreztem a rajzait. Lényegében ez egy folyamat volt, tehát ahogy elkezdődött, ahogy megismertem a Csipike rajzokat, ahogy megismertem a Szilágyi Zoltán rajzokat a Dzsungelkönyvéből, aztán persze Jules Verne könyveket olvastam, Carmine-nak a Winnetouját, ott is találkoztam rajzokkal. Az embernek a vizuális műveltsége az úgy csiszolódott fokozatosan, akkor jött be utána Szalai Lajos, tehát a Réber Lászlóhoz először át kellett haladjak Szalain, Kass Jánoson keresztül, ahhoz, hogy eljussak egy Vajda Lajoson keresztül például, vagy Kondor Bélán, akik szintén nagyon tetszettek és nagyon megfogtak, megérintettek akkor. Hát most már a festőket nem említem, Gustav Klimtet és a többit, de természetesen társult ezekhez a többi festő is. De itt most kimondottan grafikusokról szólva, talán így Kondorékon keresztül, Gross Arnoldon keresztül vezetett aztán el az út, hogy Réber László rajzai is meg tudtak tetszeni. Igazából nem tudnám kötni magamat senkihez. Tehát így szerintem, és ezt szerencsésnek is tartom, hogy akkor nem lettem egy utódja egy bizonyos grafikusnak, hanem ez így valahogy bennem összeállt, ez az élményként állt össze, és így tudtam kiformálni a saját világomat. Amikor zenét kezdtem el 1-4-be, folyamatosan rajzoltam otthon, tehát édesanyám mindig látta, hogy nagyon érdekel engem a rajzvilága, sőt, talán sokkal jobban, mint a zongora. Zongorázni rengeteget kellett gyakorolni, én gyakorlás helyett inkább rajzoltam, vagy mintáztam. És édesanyám, azért említem őt annyit, mert sajnos édesapám 6 éves koromban meghalt, van még egy 4 éves húgom, és elveszítettük édesapámat, tehát engem édesanyám nevelt, és a nagyszüleim, nagytatám és nagymamám. És ott kezdődött ez a rengeteg rajz, és akkor negyedikben Márton Árpád, Gál András, Ferenc Ernő indította el tulajdonképpen a rajzot, festészetet, szobrászatot. Akkor kezdtük el tanulni egy pár barátommal, Liscsán Csabával, Vorzsák Gyulával együtt, és innen indult a művészeti neveltetésünk nekünk. Később pedig a középiskolában is továbbra is Márton Árpádé, Koszti István tanított, ez egy meghatározó periódus volt. Az egyetemen pedig, aki igazán rajz szempontjából nagyon sokat jelentett, a Szakács Bélának a rajzórái. Ő egy nagyon komoly rajzoló volt, voltak ilyen sztorik róla, hogy már az egyetemen a első-másodében úgy rajzolt, hogy a felsőbb évesek is a csodájára jártak, és nála tényleg élmény volt. Ő volt az, aki valóban rajzolt is a szemünk láttára, és látta az ember azt, hogy alakul egy rajz, a vonalnak a finomsága, az egésznek a rezdülését ott meg lehetett érezni. És az nagyon fontos volt nekem rajz szempontból, illusztrációk szempontjából is. Mert 1997-ben volt az az alkalom, amikor először kaptam egy megrendelést illusztrációra. Ez úgy történt, hogy mi tulajdonképpen egy pár barátommal együtt kiállításokat szerveztünk, ami itt Csíkszeredában nyilván hazajöttünk, és Márton Árpád segített megszervezni az akkori Kriterion Galériába csoportos kiállításokat, és ott volt egy eset, hogy Kányádi Sándor is jelen volt, a Palasz Akadémia kiadónál lehetett egy megbeszélés, és ott volt a kiállításon, és akkor Árpi bácsit kérték fel tulajdonképpen, hogy illusztráljon egy meséskönyvet, amit nekem ő átadott. Tehát akkor bemutatott Kányádi Sándornak, és így volt 97-ben, hogy megillusztráltam az első mesekönyvemet. Aki egy nagyon szimpatikus figura, az Orbán János Dénesnek a Bubocskája. Ez az ördögfióka, ez az egyszarvú kis ördögfióka, aki egy nagyon szelebúrdi, de egy nagyon kis értelmes, életre való virgonc ördögfióka. Tetszett a karaktere, mert szórakoztató is, dinamikus is, és nagyon rajzos, sok lehetőséget ad a rajzra, mert lényegében nem is emberi figura, nem is állati, tehát valahol ez az ördög
gyermek arc, ez sok, tehát izgalmas lehetőség volt. És hát nem is volt olyan egyszerű kialakítani. Emlékszem, hogy, hogy legalább 15-20 verzió volt, változat volt Bubocskából addig, amíg az a karakter kialakult, hogy én szerettem volna. Vagy amíg megfelelő korba is került, tehát hol idősebb volt, hol fiatalabb volt. És nagyon sok változatot készítettem róla. Ő az egyik, akit nagyon szerettem, és még további kiadások, hogyha lesznek, akkor valószínűleg még rajzolni is fogom továbbra is. Aztán Búbocskából nőtte ki magát a Cimbora lap főszereplője, Cimbi, aki szintén egy ördög fióka, ezt Farkas Árpád lánya Farkas Kinga indította újra a Cimborát, és akkor engem kértek fel, hogy alakítsam ki a vezérfigurát. Most a kutya helyett az ördög fióka lett, aki nyilván közelebb áll a mai gyerekekhez, meg a huncutsága, a leleményessége az egy nyerő dolog volt a mai gyerekek számára. És akkor ő kialakult Cimbi, ő lett a második kedvencem. Őt rendszeresen most is rajzolom, mivel a Cimborát én szerkesztem, illusztrálom, ezért a képregényekben mindig megjelenik, havonta mindig van egy 4 kockás képregény, és mindig Cimbiről szól, tehát őt rengeteget rajzolom. Hogyha így tovább visszagondolok, akkor például Fekete Vincének volt egy könyve, Cincogósi elemér a főszereplő, egy kisegér. Az is nagyon tetszett. Tehát egy kis szegény templomegere, aki aztán egy világkörüli útra indul és kalandozni indul. A cingár alakja, a kis mosolygó feje, rajzilag és minden szempontból sikerült egy egyszerű karaktert kialakítani, és nagyon megtetszett a Cincogósi Elemér karaktere is. Szintén itt is az van, mint minden karakternél, hogy nagyon sokat kell formálni. Tehát a felnőtt irodalmi illusztrációkkal ellentétben a gyerekrajzoknál azt a karaktert ahhoz, hogy az tényleg megfelelő legyen, alaposan meg kell formálni. És talán ez a legizgalmasabb és a legnehezebb folyamat is, amíg kialakulnak a megfelelő karakterek. Akkor például Veres Zoltán Irgun-Burgun Benedek könyvében volt Pinduri a kiscsuri, aki szintén egy ilyen trógerveréb karakter, egy nagy séróval és óriási szemekkel, meg a kis karcsú alakjával, tehát azon is rengeteget vázlatoztam, dolgoztam, őt is nagyon megkedveltem, a kis csurit. Sánta Attilának készült egy könyv, ez egy picit nagyobbaknak szól, úgymond szinte felnőtteknek, de benne is van egy Mariska, egy huncut kislány, aki nagyon kócos, nagyon éli az életét, a faluban rohangál, patakparton, mindenfele kalandozik, berbécsekkel kerül összetűzésbe, és neki is a karaktere nagyon tetszett, ez a kicsit gonoszkás, kócos életre való kislány karakter. Különösen azért örventem neki, mert sokszor kaptam kritikát a kislányoktól, kislányolvasóktól, hogy kevés a lány szereplő, és ezért mindig igyekeztem is, hogy akkor a kislányokkal is foglalkozzak. Ezért lett kedvencem ez a Mariska, aki végre egy sikerült, igazi, szimpatikus, huncut kislány figura. A rajzfilm és az animáció világa is mindig nagyon közel állt hozzám, illetve inspiratív forrás volt. Emlékszem a Disneynek az alapfilmjeire, a Dzsungel könyvére, a 101 Dalmát, Kiskutya, Arisztokrata, Macskák, vagy később a Pixar filmek is, a Madagaszkár. Tehát én jelenleg is úgy vagyok, hogy a korom ellenére nagyon szeretem a rajzfilmeket, az animációs filmeket, és abban ez a dinamika, az arcok, a mozdulatok, a groteszkség, az meg vagyok győződve, hogy innen ered, hogy nagyon foglalkoztat igazából a mozgókép is, csak nem volt lehetőségem ezen a területen is tovább folytatni a dolgot, de a rajzaimban mindenképpen innen kerül bele a dolog. Marosvásárhelyi diák évei után Kolozsváron diplomázott művészetpedagógiából, majd a Sapientia média szakán szerzett rendezői diplomát a szász régeni születésű Jánosi Andrea. 1998 óta él Kolozsváron, több lapnak és portálnak volt munkatársa, így a Campusnak, a Transindexnek vagy a Filmtettnek.
2005 óta főállásban a Kolozsvári Egyetemi Kiadó grafikusaként tevékenykedik, de magánvállalkozóként is foglalkozik könyvtervezéssel és reklámgrafikával. 2007-ben a Projektográf kiadó gondozásában indult útjára a Kincses képeskönyv sorozat. Ennek rajzolójaként Jánosi Andi már 9 kötetet jegyez. Ő rajzolta a Felméri Cecília által rendezett Mátyás Mátyás című animációs dokumentumfilmet is. Az általa illusztrált, illetve társalkotott gyermekkönyvek sorában olyan szerzők munkáit találjuk, mint Markó Béla, Vojko Bozsán, Carbonaro, Szántai János, Zágoni Balázs, Benedek Elek, a Gélupa Tianu által román közönségnek ajánlott Arany János, Balázs Ferenc vagy Szőcs Géza. De a Kányádi Sándor írta Volt egyszer egy kis zsidót is, Jánosi Andrea rajzolta. Nekem egészen kiskori élményem van, képnézegetési élményem, nevezetesen a Bruegel festményei, amiket én fogalmam se volt, hogy ki is mi és miért fest ennyi ember, de hát albumokat nézegettem otthon, szüleimnek volt egy jó pár jobb-rosszabb minőségű Bruegel album, és akkor azok az életképek, ahol aztán tényleg minden is történik, tehát és az a vicc, az a humor benne, az a folyamatos történés minden kis szegletében a képeknek, én ezeket nagyon sokáig néztem. És én kitaláltam ezekhez a történetet, tehát nem kellett elmeséljék, hogy ennek az a címe, hogy, és ez azért festette, mert, hanem én ezekhez kitaláltam, és megjegyeztem azokat a kis figurákat, tehát én azokat mindig megkerestem, újra fellapoztam, és akkor hol van az, ahol ketten ülnek egy budin, és ahol ott a malacot kergetik, vagy a pénzt szórják ki, aztán később megismertem ezeknek a történetét, tehát ez a fajta részletgazdagság engem ott fogott meg. Volt még egy érdekes kötete a szüleimnek, nagyon kevesen ismerik, a Botticellinek a Dante trilógiáját illusztrálta valamikor. Ez megjelent egy albumban, tehát mindhárom rész. Ott az nem gyerekbarát téma, azt vesszük, hogy azt meg kéne értse egy gyerek, hogy mi az a purgatórium, és miért szenvednek a pokolba annyira ott az emberek. Na, az engem rendkívül érdekelt, tehát azt megint rengeteget lapoztam, azt az albumot. De nem illusztrációk voltak elsősorban, amik megragadtak. Ha csak nem közelítünk a karikatúra irányából, mert nagyon vaskos Ludas Matyi gyűjteménye volt szüleimnek, nagyszüleimnek, és a Ludas Matyikat például ott ismét a kontextust, a szöveget, a vicceket nem értettem, és lehet, hogy nem is lett volna szabad nekem mindent látni a Ludas Matyiból, de az rendkívül érdekelt, az nagyon-nagyon szerettem. Az, hogy történik valami a képeken, valakik valamit csinálnak, és nem egy kiemelt, exponált esemény, hanem valamire roppant hétköznapi, de akár vicces is, meg vagy groteszk, ezekben nagyon elmélyültem. És nem volt ez egy feltett szándék, hogy én majd ilyet fogok festeni, én az iskolai évek alatt szerettem megúszni egyszerűen, és adott esetben még az absztraktba is elmentem, és úgy akkor szerettem megúszni a sok emberrajzolást, mert az egy nehezebb feladat, de ugyanakkor könnyen ment, tehát a krokisztunk, ugye ez nagyon fontos, hogy a emberi alakokat mozgásban élethűen megragadni, vagy kifejezővé tenni, ez kicsit adottság is, meg tanulási folyamatnak az eredménye, és nagyon, nagyon jó tanáraim voltak, vagy nagyon jó médium volt ehhez az iskola, ahol krokisztunk, és rengeteg ilyen mozdulat megfigyelést figyeltünk meg. Tehát ezek segítettek engem valószínűleg. 2007-ben jött a Kincses képeskönyv megkeresés, akkor még csak nem is ilyen nagyon mozgalmas jelenetet kértek tőlem, hanem egy nagyon részletgazdag hátteret a képekhez, és akkor a Rádó Oltjánnak a térképe volt az, amit nagyon sokáig néztem, hogy ez igen, ugyan nagyobbba készült és kisebbre lett az nyomtatva, de abban van részletgazdagság, nem az emberi tevékenység szintjén, hanem az épületrajzolás. Na és akkor ezt körülbelül ugyanilyen részletgazdagon benépesíteni emberekkel, hát ez már egy kétszer akkora feladat, és ennek nem is lehet
megfelelni, azt gondolom, de lehet próbálkozni vele. Markó Bélától érkezett egy pár éve egy jópofa kötet, felkérés, hogy egy a kutyájukat kellene az ő családi körükben megrajzolni, kutyához írt verseket, az a Brunohoz, aki egy kedves véreb, a veréb és a vérebnek az érdekes szójátékával is van egy vers, azzal kezdődik, és hogy kerül a családba az a kis kutya, és milyen tehetetlenek ott körülötte, és hát ugye egy jópofa kis gyerek verskötet született ebből, és hát ebben az volt az érdekes, hogy hát jópofa szimpatikus kiskutyát, cuki kiskutyát mindenki szeret rajzolni, de azon túl itt a Markó Béla családi környezetét kellett megfogni, ő magát, a feleségét, a gyerekét, semmiféle képet nekem nem szolgáltatott, beszélgettünk erről a kötetről, de hát rám volt bízva, hogy én őket hogyan rajzolom meg, vagy hogyan nem rajzolom meg. Aztán az interneten előkeresgéltem a családról, amit lehetett, de inkább ott az volt az érdekes, hogy valahogy megfogni egy picit azt a, nagyon jól átjön a kezdeti tehetetlenség a családnak egy jövevénnyel szembe. És én tudom azt gyakorló állatos, állattartó, állatgazdaként, hogy ezek húzós dolgok, főleg, hogyha több tagú családdal kell elfogadtatni egy kutyát vagy egy macskát, és úgy belülről is éreztem ezt a de tehát ugyanakkor drukkoltam a nekik és a kutyának, hogy jó legyen, mert ugye ebbe egy komplex érzelmi háttér van. Nehéz kiszúrni egy kedvencet, mert ugye az a helyzet, hogy a városkönyvek azok nagyon népes téma, tehát ott az a helyzet, hogy ott persze történelmi hősökről beszélgetünk ilyenkor, olyan fontos személyiségekről nagyon sok esetben, akik meghatározták ott a illető periódusban, illető korszakban a város imidzset, vagy egyáltalán a város történetét. De megkedvelem őket esetleg rajzolás közben, vagy a történet felhívja a figyelmemet, de ezeket sosem így indulok. Ahol én kiélem a vágyaimat, a fantáziámat, az lehet, hogy a városkönyvek esetében az utca népe és az állatvilág, ami megjelenik a városok területén. A Perec Árus, a Koldus, az újság hírlap Árus, most már ugye régebb ilyen is volt, a Rikkancsok. Azt hiszem, hogy a 9 város mindenikében ezek közül megjelenik, ha nem mind, akkor egy-egy. És a kóborkutyák, mert itt nálunk az egy természetes dolog. Kóbor kutyák és kóbor cicák, bár rájuk ez a jelző nem illik túlságosan, de ezek a... és a galambok. Most már inkább varjak, de egy ornitológus ismerősöm az felhomályosított engem, hogy mikor jelent meg a balkáni gerle Erdély területén, és akkor ott kőkemény 200 évvel mellé fogtam, és azóta nagyon vigyázok, hogy a madarakat milyen eloszlásban és hol festem meg. Szóval ezek a kis kedves hétköznapi figurák a városkönyvek esetében. Na most, ha tovább pörgetjük egy kicsit, és más gyerekkönyvek kapcsán például Mátyás királyt valamiért számtalanszor meg kellett festenem, és a filmben is, ugye a Mátyás filmben persze hangsúlyosan noha, de mégiscsak szobor formájában, konkrétan Mátyás, de például a Mátyás legendák közül, Mátyás mesék közül nagyon sokat illusztráltam már, és akkor különböző helyzetben, különböző viseletben, stb. Azon kívül pedig ugye felbukkan 3-4 város esetében is az ő figurája, és megszerettem Mátyás királyt, így nem akartam, de a munka során így most már van egy, összetudom fűzni valami tizenvalahány figurába. Van még egy nagyon kedves figurám, egy korai könyv, ez még valamikor 2010-12-ben jelent meg, a
Vojko Bozsánnak a Hörcsögmesék című kis kötete, gyerekkötet, és van egy nagyon szimpatikus mese, egy bádog bugyogos sárkány. Őt fiúkévá fogadják az egerek, tehát itt van ilyen óriási nagy méretbeli különbség, egy kisegér és egy nagy sárkány, de öregek az egerek, és nincs gyerekük, és akkor a szomorú sárkány, végtelen jó szándékú sárkány. A sárkánnyal pedig ismét többször találkoztam, tehát ez is egy olyan valami, hogy teljesen véletlenül, gyerekkoromban nem rajzoltam se sárkányt, se Mátyás királyt, mégis ezek egyszer egy megrendelés formájában felbukkantak, és utána mások is kértek tőlem sárkányt, és így akkor Szántai Jánosnak festettem sárkányt, és Szörcs Gézának egy nagyszerű kis novellájához, konkrétan a Szent György sárkánya, aki a szoborból kiválik, és önálló életet él, és felköltözik egy adott pillanatban a Farkas utcai templom karzatára, és onnan néz le a Szent Györgyre, meg a lóra, akik éppen zsoltárokat hallgatnak, hát egy esetet. A sárkány figura Mátyás király, ja, és a Toldi, na hát ez Lipót János fordításában jelent meg kétnyelvű kötet, és igen, mindig is érdekelt, hogy hogy nézhetett ki ez a Toldi. Sok illusztrációt nem láttam hozzá, megmondom, elég keveset, és amikor a Toldit olvastam először, és amikor megismertem a művet, akkor teljes mértékben a fantáziámban élt egy Toldi kép, és akkor valahogy kimondatlanul is alig vártam, hogy egyszer ez megrajzoljam úgy, ahogy én elképzelem. Nem is tudom, az illusztrálás, az rajz is, festmény is, a kettőnek a mindenféle katyvasza kombinációja. Az iskolai évek során én grafikusnak készültem, adott pillanatban az olajfestéket ki is dobtam, tehát nekem nem ment az olajfestés. Úgy azt a nagyon színes, nagyon pasztás festést sem szerettem, soha mindig rajzolni szerettem. Most ehhez képest valahol eltűntek menet közben a vonalak a rajzokból. Ez csak olyan mértékben igaz, hogy hát amikor összeáll egy jelenet, és nevezzük azt festménynek, hogyha már színes, de még egy paszter kréta rajzot is tekintsünk akkor most egy színes festménynek, akkor azért vesztek valahol ki a vonalak, mert rengeteg vázlat előzi meg. Tehát a rajzolási része a nagyobb, ami nem látszik a képen, tehát az a tervezés, az a rajzolás, az piszkos, tehát az egy nagyon sok kusza vonal, amit én végül ki tudok úgy radírozni, hogy csak én látom, és ott jön a festés. Mindig mondom, hogy én kifestem a rajzaimat. És valahol a kontúr szerencsésen megszűnik, mert én azt nem tekintem a funkcionálisnak az én stílusomban. Arra nagyon fontos a vonal, és lehetne egy karikatúrát elképzelni elég nehéz vonalak nélkül, de az az origó, és a végén pedig valamilyen technikával valami ezt teljesen elfedi, és foltok maradnak. Ami erről eszembe jut, hogy hogyan tűnt el a vonal, az nagyon érdekes vetülete annak, amivel most ilyen pillanatban nem foglalkozom, de a tanulmányrajzolást, amikor én igazából megtanultam Kolozsváron, Vásárhelyi Művészeti Iskolából érkezve, mi vonalasan rajzoltunk. Tehát úgy megszerkesztettünk egy portrét vagy egy emberi alakot, hogy a vonalnak annak szerves része volt a rajzban, tehát az végeredményben. Most ehhez képest itt a Rádoszolóvösztrú iskolájában tanultam egy-két évet, és ott pedig azt tapasztaltam meg, hogy milyen gyönyörűen lehet rajzolni, árnyékolni egy gram vonal nélkül. Tehát, hogy hogyan tudunk az ujjunkkal, a radírral, a rongyal addig törölgetni, tehát ez a negatívból visszahozzuk a pozitívat, a világosat, a sötétből, tehát hogy abban milyen világ van. Tehát a vonal elbújhat mellette, hogy a tónusokban milyen érdekes, milyen részletgazdagság van, és akkor én beleszerettem ebbe, és nem olyan rég történt, de valamikor az egyetem éveim elején, és akkor próbáltam ki különböző festési technikákban is, és a rajzban is azt, hogy iktassuk ki a vonalat, lássuk, mire megyünk anélkül, a tónusok, az átmenetekkel, és szerintem ez maradt meg nekem a mostani illusztrálási tevékenységemben is, ezt keresem, vagy legalábbis ebben lelem örömömet. A
grafikus szakma ismereteit a Kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezői Egyetemen mélyítette el a Gyergyószent Miklósi Orosz Annabella. 2009-től leginkább reklámgrafikával és illusztrációval foglalkozik bukaresti, budapesti és moszkvai ügynökségek megbízásából. Jelenleg Londonban él, de azért jobbára itthon van otthon. Egyéni és csoportos kiállítások gyakori résztvevőjeként a székelyföldi régiókban csak úgy remekül el tudja helyezni munkáit, mint bukaresti, illetve magyarországi galériákban, de kolozsvári, lengyelországi, szlovákiai, szlovéniai kiállítóterekben is. Szabó Róbert Csaba, Simon Réka Zsuzsanna, Kis Ottó, Pivkó Célia, Várfalvi Emőke, Gergely Edó, Lászlófi Aladár, Kertész Erzsi, Jellu Naum, Majtényi Erik, Balázs Imre József, Kenész Ferenc, Demény Péter, Sarány István, Anka Lungu, Krisztina és Alex Donovics és sok más szerző gyermek és kevésbé gyermekkönyvét illusztrálta, illetve vált azok teljes értékű társalkotójává. Munkáiban a karikaturisztikus elrajzoltság mindig és kötelezően szépséggel társul. A pontos tárgyismeret és a fantázia összeölelkezik. A második könyvemben megjelenik egy robotszerű űrlény, akit Sebestyénnek hívnak, Fénysebestyén, és Kertész Erzsinek az egyik kötete. Valamilyen szinten Sebestyén, bár hímnemű űrlény és robotgyerek, azt hiszem tartalmazza azokat a fajta nyitottságokat, amivel tekintek én is a világra. A maga a történet nagyon-nagyon röviden az, hogy Sebestyén lekerül a földre, és mindenre rákérdez. Miért ilyenek a kutyák, miért ilyen egy barátság, miért állnak az emberek sorba, és van bennem is egy hasonló kíváncsiság, még akkor is, hogyha egyértelműen tudjuk a választ, néha jó rácsodálkozni ezekre az axiómákra, hogy miért. Vajon Nagyi egy másik olyan karakter, aki azt hiszem, hogy nagyon sokáig bennem marad. Egy nagyon erős női karakter, aki egyedül neveli fel a fiát, majd találkozunk a könyvön keresztül az unokájával, és fantasztikus dolgokat csinált életében. Azt, hogy nőként polgármester, az, hogy búvárkodik, az, hogy geológus, térképeket rajzol. Tehát egy olyan típusú nő, aki számomra példakép. A karakterkeresés egy folyamat. Elsősorban azok a képek ugranak be egy nagymama hallatán, akivel először találkoztunk. Tehát ilyen a saját nagymamánk, a barátnőnk nagymamája. Ezekből a képekből hogy lehet felépíteni egy szerethető figurát, ez egy folyamat. Mert beugranak azok a képek is, amit úgymond univerzálisan mindenki tud, hogy konyba rakott haj, nagy szemüveg, rogyant érdek, és akkor ezt tudom-e használni úgy, hogy összeállítom a saját életemből tapasztalt nagymama képet az univerzális, sablonos formával, és mitől lesz egyedibb ez a karakter, mitől lesz szerethető ez a karakter. Fel tudja-e ismerni egy mostani 5 éves abban a karakterben a nagymamát, akit én rajzolok, a saját nagymamáját? Mert rövidebb a haja, mert többet ad a sminkre, mert másképp öltözik, mert mások a szokásai, eljár fitnessre. Tehát, hogy ezek a képek egyáltalán találkoznak-e? És Luca is igazából a Piros tenger alatt járóból. Kiemelném azt a kalandvágyat, amivel neki indul a nagyvilágnak, hogy váltsuk valóra nagyapám látásmódját, kérését, hogy mentsük meg a bálnákat. Gyerekkorom egyik legfontosabb könyve a Csipike.
Tehát azt a képi világot, amit Rusz Lívia teremtett, nem lehet elfelejteni, és nem lehet elfelejteni főleg azért, mert olyan hagyományos világa van, színvilága, formavilága, amely népművészetből ered, származik, és fel lehet ismerni, amikor Niemczban jártam, egyszerűen azt éreztem, hogy meg fog jelenni Csipike valamelyik bokor mögül, mert olyan a hangulata, olyan a környezete. Nagyon fontos a kép a gyerekeknek. Az első találkozás az irodalommal leginkább képeken keresztül történik, és nagyon hangsúlyos élményt tud nyújtani, hogyha a szöveggel együtt történik meg ez a tapasztalás. Nálam a képolvasás hamarabb volt, tehát elég sokat voltam egyedül, és erre emlékszem, hogy a könyvek képein keresztül próbáltam összeszűrni a mesét, amikor nem olvasott fel éppen valaki. De hogy az az élmény, amit a képek nézése kapcsán kiépítettem magamban, fontossá vált a történetmesélésben, a további életemben. Réber László, aki Isten igazából megmaradt úgy, hogy ő volt számomra a magyarországi illusztrátor, az egyszerűsége, a játékossága kellemes volt számomra, tehát nem tudom ezt másképp, azt hiszem, hogy leírni, csak azt, hogy fantasztikus volt látni a leegyszerűsített világot, hogy mennyi mindent el lehet mondani, vagy mesélni. A Vajon Nagyi igazából egy olyan történet számomra, ahol be tudok mutatni helyszíneket, aminek fontos az, hogy realisztikusan mutassam be, felismerhetően torzítsam a képi világot, viszont a karakterek mindenképpen a fantasztikusból származnak. Tehát a kettőnek a találkozása tudja megteremteni igazából azt az élményt, hogy valami csodás történik, valami természet fölötti történik, hogy ha feltétlenül arra gondolok, hogy most hogy lehet bemutatni azt, hogy égérő fa, ez csak ezekkel az elemekkel lehet, hogy van egy nagyon reális alapja, rajzi alapja, amely bemutat egy felismerhető teret, és vannak a fantasztikus elemek, karakterek. Minden könyv, amelyen dolgoztam eddig, úgy ítéltem meg, vagy úgy ítélem most is meg, hogy különböző kivitelezési lehetőséget adott. Ez származik abból, hogy más a hangja az írásnak, másként látom azokat az elemeket, amelyeket szeretnék használni. Természetesen van egy olyan is, hogy különböző korosztályok, és azon belül is lehetnek más stílusok, más hangok. Tehát úgy tartom, hogy az illusztráció ugyanolyan, mint egy nyelv. Lehet németül, franciául, olaszul beszélni, és ezen belül a történetet mindenki másképp tudja elmesélni. Amint elolvasok egy szöveget, születnek ugyanolyan jellegű rajzok, elképzelések, mint egy előző könyvben, viszont szeretem azt, hogyha nem megismételek bizonyos elemeket, hanem egy picit átalakítom. Ez rövid távon úgymond ahhoz tud vezetni, hogy több stílust be tudok esetleg mutatni, viszont ha az illusztrációt most, mint egy üzletet nézek, vagy egy jól működő bizniszt, akkor hajlamosak az emberek ugyanazt a dolgot megkeresni. Ugyanattól a gyártótól, hogy így mondjam, tehát most egy illusztrátor nem gyártó, de annyira felismerhetően kell ott lenni a virtuális térben, ahol több millióan vannak, hogy felismerhetővé
váljon, és ezáltal vásárolható váljon. Tehát van egy presztízs is ebben, hogy megmaradok egy stílusnál, viszont az, amikor egy-egy picit kitekintek egy más stílus irányába, akkor az számomra szabadság. Tehát egy olyan kifejezési lehetőség, amiben belefér az, hogy legyek úgy én benne, ahogy elgondolom, hogy kíváncsi vagyok más dolgokra, és kíváncsi vagyok másnak a gondolataira másként bemutatni. Nagyon sokszor előkerül a rajzolók, illusztrátorok körében, hogy tulajdonképpen mi is a jelenkori illusztráció. Amikor én kezdtem, úgymond, vagy tanultam a grafikát, akkor egy grafikus volt az illusztrátor. A festő az festő volt, a szobrász az szobrász volt, a grafikus viszont nagyon sok technikát tudott, tehát elkezdve a linómetszéstől a litográfiáig, ahol festőibb, hangulatú alkotások jöttek létre, ez akkor így volt. És most az elmúlt 10-12 évben azt hiszem ez a fajta kategorizálás megszűnt. Tehát bármilyen médiumból lehet valaki történetmesélő, mert az illusztrátor most már inkább történetmesélő, és megváltozik ez a fajta egyensúly, hogy akkor most egy szinten vannak, ugyanazt mesélik el, csak két médiumban, vagy egyik a másikat kiegészíti, és akkor nincs egy olyan összefüggés, amely feltétlenül rangsorolná őket, hogy melyik a fontosabb. Újabban megjelent ugye a Silent Book, a csendes könyv, amely csak kimondottan képeket tár elénk könyvformába, és azon keresztül kell megérteni, vagy lehet megérteni egy kisebb történetet. Ami nagyon-nagyon fontos, mert maga az illusztráció eljutott arra a formára, vagy arra a szintre, hogy önmagába itt tud élni. Bármilyen technikán keresztül, de hogy tud élni. És nem egy kiállítás, mert akár egy kiállítás anyag szokott szerepelni egy sorozat munka egy könyvben, de önállóan tud élni, és ez nagyon-nagyon fontos. Azt hiszem, hogy ez a nagyon-nagyon sokszínű képi világ, amivel találkozhatunk, Facebook, Instagram, ki amit követ, és egyre több lehetőséget ad az illusztráció arra, hogy nagyon sok mindent el lehessen mesélni, tabu témákat. Tehát azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb támpontja az illusztrációnak, hogy sok mindent el lehet vele mesélni, és bárki elmesélhet ezzel történeteket.